Köszöntöm nézőinket a Hévízi Televízió Háttér című rovatában. Mai adásunkban Hévízváros jövő évével foglalkozunk. Majd vendégünk a stúdióban Papp Gábor, városunk polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tiszteltem, köszönöm. Sajátos helyzetben vagyunk, mert a jövő év terveit, lehetőségeit meghatározandó. Azért néhány hete zajlott a városban egy közmeghallgatás, amikor polgármester úr meglehetős részletességgel taglalta azt, hogy mitől is működik egy város, hogyan lehet egy város működését finanszírozni. És én úgy vettem észre, jelen voltam természetesen ezen a közmeghallgatáson, úgy vettem észre, hogy többeket meglepett az, hogy tulajdonképpen hogyan áll össze egy város működtetés. Röviden foglaljuk össze, össze lehet-e foglalni röviden? Hát megpróbáljuk természetesen, vagy megpróbálom röviden összefoglalni. Ezek az információk hozzám is eljutottak, illetve hát ott is tapasztalható volt, hogy és nem véletlenül kezdtem ezzel, vagy tértünk el a hagyományos közmeghallgatástól, amikor általában projekteket mutatunk be és egyebeket, hanem azért beszéltünk erről a finanszírozásról, hogy mindenki érezze azt, hogy tényleg valójában hogy működik egy város, a gazdasági háttere gyakorlatilag miből adódik, és miből rakódik össze, illetve az állam ebből milyen szinten veszi ki a részét. Úgyhogy hát megpróbálom természetesen ezt összefoglalni. Talán azt gondolom, hogy az alap, és mindenképpen onnan kell indulnunk, hogy ugye Hévíz egy kb. 4800 lakosú településről beszélünk. És a finanszírozás szempontjából, tehát az állami finanszírozások szempontjából, azokra az önkormányzati kötelező feladatokra, amik meg vannak szabva minden egyes önkormányzatnak, minket és minden egyes települést a lélekszám alapján van gyakorlatilag besorolva. Tehát a 4800 lakos szerint kapja meg a finanszírozást, mondjuk a művelődésre, a könyvtárra gyakorlatilag, vagy szociális ellátásokra, vagy a polgármesteri hivatal működésére, vagy sorolhatnám még a kötelező feladatokat. És ugye van egy csomó olyan, ami nem kötelező feladat, tehát amit az önkormányzat felvállalt, megépített, üzemeltet, és munkákat folytat, vagy tevékenységeket végez. Na most egy természetes fejlődés, azt kell, hogy mondjam, hogy ugye már az elmúlt 30 évben gyakorlatilag az önkormányzatiság léte óta, vagy a rendszerváltás óta, Hévíz városa, meg azt megelőzően is, de főleg ebben az időszakban egy nagyon komoly fejlődésen, fejlesztésen ment keresztül. Ez mindenben számokban látható, hiszen több vállalkozás van, hiszen ma már Hévízen több mint 1200 vállalkozás működik, és ebben a szálláskiadók nincsenek bent, tehát magánszálláskiadók például, hanem itt éttermekről, borozókról, üzletekről beszélünk és egyebekről, vagy vegyük csak a szállás férő helyet, addig, amíg 15 évvel ezelőtt volt a városban 700.000 vendég éjszaka, most pedig 1.200.000 vendég éjszaka volt normális időszakban, amíg addig volt X vendégágy, most pedig van X plusz vagy X-szor 3 vendégágy. Tehát van egy fejlődés minden szinten a városban, a város épített bölcsödét, épített középiskolát, illetve gimnáziumot, sorolhatnám még ezt, hiszen ezt az emberek tapasztalják, ez egy igény is alapvetően, és hát a városban is sokkal több ember látogat el. Ennek az a következménye, gyakorlatilag, hogy Hévíz városa infrastruktúrájában az igényeknek megfelelően, és ennek a fejlődésnek megfelelően, ennek a természetes fejlődésnek megfelelően, ma kijelenthetjük, hogy költségvetésében, és amint mondtam, infrastruktúrájában és működésében, önként és kötelezően vállalt feladataiban, egy nagy város, akár egy 25-30 ezeres város, lélekszámú város szintjén működik. Viszont ennek a finanszírozása állami részről, és teljesen mindegy, hogy most éppen milyen kormány regnál, ez akkor is továbbra is egy 4800 lelkes település szintjét adják nekünk. Tehát mondjuk egy polgármester hivatalban, úgy, ahogy ezt elmondtam korábban is,
17 főt finanszíroznak, 17 főnek a bérét finanszírozzák, amivel nem lehet ellátni gyakorlatilag egy ilyen városi infrastruktúrát is irányítani, de sorolhatnám még az összes többi intézményt, vagy azokat azokat a feladatokat, vagy azokat az attrakciókat, amiket fenntart a város, a turinformirától, a marketingig, a sportlétesítményektől, az idősek otthonáig, amire a finanszírozások sokkal kevesebb. Tehát van a városnak egy működési költsége, ami évről évre alakul, ez jelen pillanatban 3,2 milliárd forint, és ennek a pénznek gyakorlatilag az állam jelen állapot szerint, tehát beszélünk 2021-es évről, a 25%-át finanszírozza az állam. Tehát a háromnegyedét gyakorlatilag azt nekünk kell hozzá raknunk, hogy a város egyáltalán működjön. A szemétszállítástól elkezdve tényleg sorolhatnám még a város fenntartáson keresztül egy csomó mindenig. Mondhatom-e azt, vagy mondhatjuk-e azt, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy Hévíz a maga nagyságához képest túlfutott egy kicsit a fejlődésben, ez természetesen köszönhető a turisztikának. És pontosan az a probléma, hogy két éve a turisztika az ágazat, ami bedőlni látszott, és Hévíz most szembesül azzal, hogy végül is egy alig 5000 lakosú város. Támogatási szempontból ez borzasztóan fontos. Így van, tehát, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy természetes fejlődés volt, hiszen nem lehet megakadályozni bizonyos szinten azt, hogy ne jöjjön ide több vendég, illetve senkinek nem célja ez, hiszen ezáltal nem csak a város bevételei nőnek, hanem a város bevételei csak úgy tudnak nőni természetesen, hogyha az itt élő polgárok, vállalkozások bevételei is nőnek. Hiszen ők fizetik be az adókat, ők járulnak hozzá a megfelelő anyagi háttérrel ahhoz, hogy a város ezt a túlfejlődést, gyakorlatilag ami az elmúlt 30 évben vagy 40 évben történt, ezt tudja finanszírozni. Tehát plusz bevételeket kell generálni a városnak is alapvetően, vagy ezen kell gondolkodni. És persze a legegyszerűbb ebben az esetben az, hogy adókat emel a város, és eléri a maximumot mindenhol, de tudjuk azt, hogy Hévíz városa nem ezt tette. Sem az elmúlt évben, sem az elmúlt évtizedekben, hanem mindenhol megpróbál ezzel a dologgal úgy élni, hogy ne a lakókra hárítsa át. És hát elérkezett sajnos egy olyan pillanat, ugye nekünk a fő bevételünk az a turizmusból származik. A turizmusból befolyt idegenforgalmi adó, amit a vendégek fizetnek be, tehát a vendég hagyjait, és ugye arra volt egy forintos támogatás, illetve ez volt, amikor 2 forint volt, amikor 1,50, ez változó volt, de legutoljára 1 forintos támogatás volt. Ez több 100 millió forint, gyakorlatilag 6-700 millió forint évente. Ez megszűnt, ez a támogatás, ami azt jelenti, hogy már a 2018-ban megtermelt és regisztrált vendégészaka szám után járó plusz 1 forintos támogatást, amit 2020-ban fizetnek ki mindig a településeknek, tehát 2 évvel rá, azt már nem kapta meg egyetlen egy település, így Hévíz sem. Tehát ott már rögtön kiesett gyakorlatilag körülbelül 650 millió forint, aztán a 2019-ben úgy szintén, és azt folytathatnánk, mert ez így marad, mert megszűnt ez a típusú támogatás. Iparűzési adó bevétel csökkent, egy csomó kedvezményt próbáltak ugye kialakítani, akár kormányzati szinten, akár önkormányzati szinten is, legyen az közterületfoglalási díjak elengedése, vagy minimalizálása, vagy a parkolási díjak befagyasztásától elkezdve, sorolhatnám még, ami gyakorlatilag begyűrűzött Hévíz városába is, és ez óriási bevételkiesést okozott a városnak, mégpedig olyan mértékűt, hogy ma kijelenthetjük azt, hogy gyakorlatilag a COVID gazdasági következményeinek a hatása, negatív hatása, az, ha nagyságrendeket nézünk és arányokat nézünk, akkor ma Magyarországon Hévízt sújtotta a legjobban. Mert nincs még egy olyan település, vagy legalábbis nagyon kevés van, Zalakaros még az, aki ebbe az irányba halad, ebbe a negatív irányba, hogy de hát ők meg egy 1800 lakosú kis településről beszélünk, tehát ott is ugye az arányok is mások alapvetően,
de arányaiban ők is ugyanezt szenvedik el, hogy a költségvetésüknek, a működési költségvetésüknek, amiből gyakorlatilag a várost tartják fenn, illetve tartjuk fenn, annak gyakorlatilag a 70-75%-a az elúszott, illetve nincs meg. Ebből kell visszaépítkezni valamilyen módon. Hogyan lehet egy olyan fajta ellentmondást és feszültséget feloldani, amiben egyfelől nagyvárosi elvárások vannak, hiszen az elmúlt néhány évtized ugye erre irányult, és ezt az eredményt hozta, hogy az elvárások nagyvárosiak, ugyanakkor a támogatás az gyakorlatilag nagyközségé talán. Igen. Hát én azt mondom, hogy természetesen nekünk is ugye az első lépés az az volt, hogy nem széttártuk a kezünket, erről nagyon sokat beszéltünk itt a televízióban, illetve nyilvánosság előtt, és nem azt mondtuk, hogy akkor jöjjön egy idézőjelbe téve csődbiztos, és oldja meg helyettünk a feladatot, hanem próbáljuk meg racionalizálni a dolgainkat, nézzük át az intézményrendszerünket, ez megtörtént, ez hosszú hónapokig tartott, amíg ezt átnéztük, és hogy hol tudunk spórolni. Tudtunk spórolni közel 500 millió forintot a működésünkön. De hát ha a 3,2 milliárdról beszélünk, amiből 25%-ot finanszíroz az állam, és akkor hozzátesszük, tehát, hogy az egynegyedét gyakorlatilag finanszírozzák, tehát egy 800 millió forintot, és akkor még mindig ott marad egy 2,4 milliárd forint, abból egy 500 millió forintot tudtunk spórolni, tehát már az idei évben a működésünk, illetve 2022-es évben a működésünk ennyivel kevesebb, akkor még mindig azért ott beszélünk egy közel majdnem 2 milliárd forintos résről, amit gyakorlatilag a bevételekből kell pótolnunk, legyen az idegenforgalmi adó, legyen az iparűzési adó, legyen az bármiféle adó, vagy bármiféle más bevétel, vagy akár adott esetben kormányzati támogatás. De a működésre nem kapnak az önkormányzatok, és nem kaphatnak alapvetően támogatást, addig nem kaphatnak támogatást, amíg vannak olyan önként vállalt feladatai, ami Hévíz városának és más településnek is van bőven, mert akkor azt felelik, vagy az a válasz erre, a jogos válasz a törvények alapján, hogy hát szüntesd meg ezt az önként vállalt feladatot, tehát ne üzemeltes mozit, a sportkör szakosztályodat zárd be, minimalizáld az idősek otthonában a bent lakók számát, sorolhatnám még, bocsásd el ezeket az embereket, bocsásd el azokat. Egy GAMESZ-nek a munkáját nem finanszírozza az állam, egy fillér hozzájárulás sincs abba, hogy állami szinten sehol, hogy a várost takarítjuk, füvet nyírunk és hadd ne soroltam. Tehát itt próbál az ember megtalálni egy egyensúlyt, amiben partnereket keres. A partnerek pedig az itt lakók és az itt vállalkozók lehetnek adott esetben. De nem úgy keresünk természetesen partnereket, hogy ismét azt mondom, hogy áthárítjuk rájuk ezeket, tehát hogy újabb adókat találunk ki, és hát nem is engedi a jelenlegi kormányzat, hiszen ezeket befagyasztotta, hogy nehogy ilyen irányokba menjenek az önkormányzatok, tehát bevételt kell növelnünk. Bevételt pedig úgy lehet növelni, hogy a város fejlődése, fejlesztése, még ha ezt gyakorlatilag most látjuk, hogy egy hiba, illetve a hibát azt időzőjelben szeretném tenni, mert nem hiba szerintem, hanem ez egy normális, természetes folyamat része. Ezt kell racionalizálni, és tovább kell fejleszteni, hogy bevételeket tudjunk növelni. Tehát több vendég érkezzen, és ez azért egy lassú, vagy egy lassabb folyamat lesz, és a belföldi turizmusból, még ha mondjuk a tavalyi, illetve a 2021-es nyár jól is sikerült, hiszen jól sikerült a számok abban a 2-3 hónapban, de ez a 2-3 hónap egy egész évet az nem tud megmenteni. Tehát a külföldi vendégészakák nagyon hiányoznak, és ugye tudjuk azt, hogy Hévízen 65% voltak, 65-70% voltak a külföldi vendégészakák aránya, és a költése is, tehát a vállalkozóknál jelentkező bevétel, majd a bevételből jelentkező adók, amik már az önkormányzatnál jelentkeznek, azok ezáltal csökkentek, tehát ez a helyreállás nehéz. És azra is rá kellett, hogy döbbenjünk, illetve az élet gyakorlatilag ezt hozta, hogy látjuk, hogy ez a terület sérülékeny,
hozzáteszem, hogy ez egy olyan támadást kellett megélnünk a vírus formájában, illetve annak következményeinek, ami természetesen nem egy mindennapi dolog, és meg fog oldódni. Láthatóan meg fog azért ez a dolog oldódni valamiféle módon, tehát lesz egy helyreállás, de én azt gondolom, és azt látom, hogy ez a helyreállás, ez 2023 évben fog Isten igazából jelentkezni, tehát a 2022-es év még egy átmeneti év lesz, jobb lesz vélhetően, mint a 21, de csak így tudunk előrelépni, és mindenkinek gyakorlatilag végig kell azt gondolni, úgy, ahogy ezt megtettük az intézményeinkben, hogy igen, sajnos most nem tudunk jutalmat adni, igen, most nem tudunk új státuszokat bővíteni, igen, most a nyugdíjasok helyett nem veszünk fel új embereket, átnézzük a munkavégzéseket, több feladatot kell elvégezni, többet kell dolgozni abban a 8 órás időben, ami éppen valakinek megvan szabva. Tehát számos helyen tudtuk, hiszen ezt a spórolás is, ami önmagában egy 500 millió forintos, majdnem 500 millió forintos spórolás arányaiban, amikor ezt például a minisztériumokban megmutattuk és kimutattuk táblázat alapján, hogy mi történt, akkor ott is azt mondták, hogy ehhez aztán gratulálunk önöknek, mert ezek komoly lépések voltak, és ez nem azt jelentette, hogy itt 100 embereket bocsátottunk el, hanem elsősorban azt jelentette, hogy státuszokat nem töltöttünk be, nem vettünk fel a nyugdíjasok helyet, és hadd ne soroljam még ezeket a intézkedéseket. Egyfajta évbevezetőnek szántuk ezt a beszélgetést, lassan már itt is tartunk egy rövid múlt év értékelés után. Erről már többször beszéltünk itt a stúdióban, hogy polgármester úr úgy prognosztizálja a helyreállást, hogy 23-ban talán lehetséges. Ezek szerint minősíthetjük el 2022-t a türelem évének hévízen, és a kilábalás útját tekintve 2022 a tervek vagy a lehetőségek éve lesz hévíz szempontjából? Mind a kettő, mert azért természetesen, hogy terveink vannak, nyílnak meg új projekt lehetőségek, de hát jelen pillanatban még ott tartunk, hogy be kell fejeznünk bizonyos projekteket, amiben most még mondhatom azt, hogy nem is a pénz az elsődleges akadálya ennek a dolognak. Persze ott van az is, Isten igazából, de az idő. Hiszen a vállalkozások, akik elnyerték a pályázatokat, nagyon sok helyen tönkrementek, levonultak, nem tudták végigcsinálni az elvállalt, a 2019-ben elnyert pályázatokat, hiszen egy 2019-es évben beárazott pályázat, vagy elvégzendő munka, hát az most már 3-4-szer többe kerül, hiszen csak nézzük a béremelkedéseket, az anyag emelkedéseket, tehát a beruházáshoz szükséges anyag igényeket, és sorolhatnám még, tehát ezen kell dolgozni. És vannak természetesen mellette tervek, mert előre kell lépni. Én azt gondolom, és kimerem itt jelenteni, és majd vissza fogjuk nézni vélhetően évek múlva, hogy én azt látom, hogy hévíz, és arra számítok, és azért is dolgozunk, és azért alakítjuk úgy a dolgainkat, és azért lobbizunk, és hadd ne soroljam ezeket a dolgokat, hogy hévíznek még jobban fog tudni működni, és egy még szebb jövőt látok, mint adott esetben, ami volt mögöttünk. Tehát egy 18-19-es éveknél is sokkal jobb, korszerűbb, modernebb, gazdaságilag is erősebb, stabilabb helyzetet lehet szerintem elérni 2023-ba, 24-be, és azt lehet megtartani ennek a nagy törésnek a tanulságaival természetesen, ahol mondtam ugye egy érzékenységet, vagy egy sérülékenységet, de ennek ezekkel a tanulságokkal együtt, a fejlesztésekkel együtt, azzal a fajta racionalizálással együtt, ha ezt összefogjuk, és ezt jól kezeljük, és én azt látom, hogy erre minden lehetőségünk megvan, habár ez nem csak egy képviselő testületen és egy városvezetésen múlik, hanem ehhez a közösség szükségeltetik, a közösség türelme,
a közösség megértése, a közösség összefogása, akkor egy sokkal szebb jövőt is ki tudunk tudni alakítani. Tehát én azt gondolom, és azt látom, hogy ennek az alagútnak a végén, igen, ott van a fény, és az erősebb tud lenni az a fény, mint azt megelőző időszakokban. Nem lesz kényelmes, ez biztos, és ezeket kell az embereknek végigpörgetni, vagy végig gondolni a fejükbe, hiszen azt gondolom, hogy mindenki a saját maga életében, családjában, vállalkozásában is ugyanezeket élte végig, mint amit az önkormányzat összességében, vagy a település, vagy a települési közösség összességében, csak ez egy nagyobb tétel, és nagyobb felelősség, és sokkal több emberrel kell adott esetben gondoskodni, de az előrelépés az szerintem adott, a megfelelő türelemmel, kitartással és nagyon-nagyon sok munkával, nagyon sok lobbyerővel, ötlettel megyünk tovább és tervezünk. 23-ban tehát már meglátjuk, a fényt már most is látjuk ezek szerint az alagút végén, vagy kell, hogy lássuk, de el kell jutni az alagút végéig, ez 2022. Így van, 2022-ben mi gyakorlatilag ugye egy költségvetést úgy kell megterveznünk, hogy bevételeket tervez az önkormányzat, hát a 2021-et vesszük alapul, úgy, ahogy 21-ben is a 20-at vettük alapul, ez alapvetően egy pesszimista költségvetés, most is ez fog történni, hogy ezeket a számokat tudjuk hozni. 21-ben is tudtuk nagyjából ezeket a számokat hozni, mindent mellé raktunk, ami lehetséges. Én szerintem 2022-es költségvetést is február közepén, február végén így fogjuk beterjeszteni, illetve vélhetően elfogadni. Reméljük addig nem fog egy bármiféle nagyobb törés végbe menni országos szinten vagy világszinten, hiszen én azt látom azért, hogy ennek a járványnak a kezelése magyarországi szinten is, évvízi szinten is jól, a lehetőségekhez képest jól zajlik le, de túl lehet ezen a dolgon lenni, és szerintem túl is leszünk. Én a megoldásokat látom, még egyszer hangsúlyozom, hogy ez nagyon sok kitartás, türelem és nagyon sok munka kell, és kell hozzá egyfajta segítség és összefogás is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A költségvetés elfogadása után februárban, ha én is úgy gondolja, találkozunk. Természetes. Köszönöm szépen.